Egyetlen egy politikai közösségben sem szeret senki sem nemet mondani. Az az ember ritka, legyen szó akár a baloldal kormányzásáról, legyen szó akár a Fidesz kormányzásáról, aki kiáll a saját párttársai elé, a saját szövetségesei elé, és azt mondja nekik, fiúk, lefőtt a kávé, elfogyott a pénz, ezek és ezek a beruházások nem fognak megvalósulni. Ezt a szerepet ritkán szokták elvállalni, mert nem egy hálás szerep, és ebből aztán nagyon nehéz építkezni abban az értelemben, hogy az ember egy párton vagy egy közösségen belül szövetségeseket találjon, tehát ez kizárja azt, hogy az ember hatalmas szövetségési hálózatot építsen, hiszen általában úgy szokott ez működni, hogy a nagy budapesti elvtársak, a föntiek osztják a forrásokat, és akkor mindenki mindenkivel jóban van.